számunkra itt a feladat, készülünk a várva várt húsvéti ünnepekre, amit a magyar családok, még ha nem is kimondottan vallásos lelkületűek, de a húsvét óta a tavaszt, az újranyílást, a családi asztalhoz való ülésen ünneplik meg. Szeretettel készülünk a kedves vendégeink számára egy hagyományos húsvéti menüsorral, amit azért az egészséges táplálkozás jegyében próbáltuk összeállítani. Kínálunk a kedves vendégeinek egy nagyon finom zsenge bábcomból, egy citromos spárgaragúlevest, utána egy szép márántcsúkot sütve, ami már zsírt, hagyit, semmit nem tartalmaz, nagyon jó fűszerezett. Ehhez készítünk egy burgonyás, medvehagymás rétest, és egy csonkával göngyölt zöldbabot. A csülök szapjából pedig kimondottan finom rozmarinos pecsenye szaftot készítünk. Ezt a főételt megkoronázza egy aranygaluska, mert a húsvétnak az egyik jellegzetes desszertje a beltészta. Ezt választottuk egy finom aranygaluskán, vaníliasodóval és egy kis friss-szeperrel megkoronázva. Reméljük a kedves vendégeink szeretettel fogadják tőlünk ezt a menüt, jó idő lesz hozzá, és a családoknak békés, szép, kellemes húsvéti programot tudunk nyújtani a csárdában. A bárányhússal kapcsolatban elmondanám, hogy ez egy kihívás a vendéglő számára, mert nagyon nehéz az igazi, friss bárányhús beszerezni. Magyarországon sajnos először is iszonyú drága, és nagyon nehézkes a folyamatos friss összeállítás. Sok vendégül kénytelen izlandi, spanyol terméket fagyasztva vásárolni, pedig, mint tudjuk, a legfinomabb ételt a friss vágott húsból lehet készíteni.